Elfelejtettem, mivel kell kezdeni? Sziasztok! Ma a Dr. Rose Magánkórházba hoztalak el titeket, ami Budapest egyik legexkluzívabb, legszebb és nem mellesleg szerintem a legkedvesebb személyzettel rendelkező kórháza, ahova én már több mint 3 éve járok. Érdekessége ennek a kórháznak, amellett, hogy csupa jó tapasztalataim vannak, ebben a kórházban konfirmálta le az orvos, hogy bizony, kismama vagyok. Tehát itt találkoztam először kisbabámmal, itt derült ki az, hogy valóban anyuka leszek. Ebben a csodaszép háromszintes kórházban mindenféle ellátást, mindenféle rendelést, mindenféle vizsgálatot megcsinálnak, ami tudni kell, hogy nincs elsősegély ellátás, de egyébként egy egész plasztikai részlegük is van, tehát ehhez tartozóan pedig csodálatos betegellátóik, fekvőbetegellátóik vannak. A kórház rendelkezik egy külön szülészeti részleggel, és miután kiderült, ugye, hogy kismama vagyok, nekem is felajánlották, hogy esetleg szeretném majd itt világra hozni a kisbabámat. El kell, hogy mondjam, hogy ez a kórház volt az egyetlen oka, miért egy kicsit elgondolkodtam rajta, hogy nem kéne mégis Budapesten, vagyis Magyarországon megszülnöm a kisbabámat, mert annyira csodaszép a helység, annyira csodaszép a kórház, imádom, hogy a belvárosban van, imádom, hogy mindenki nagyon profi és nagyon kedves, hozzáteszem, a szülőszoba csodálatosan szép, nem régen lett felújítva, van benne egy fürdőkád, amiben lehet vajudni, de természetesen mindenféle pozícióban, ülve, állva, fekve, ki hogyan szeretné, illetve ami nagyon fontos, hogy vészhelyzet esetén, amit szeretnénk, hogyha soha nem állna fönt, van egy műtőszobájuk, ami mindig készen létben áll, ezért nem is tudtuk nektek megmutatni, mert most is épp steril állapotban van, tehát bemenni sem szabad, de hogyha van valami probléma, az anyukát már tolják is át a műtőbe az esetleges császárra. Emellett a kisbabák ellátására több inkubátor, mindenféle gépek, mindenféle műszerek vannak, tehát bizton mondhatom, hogy teljes biztonságban van itt a kismama és a születendő kisbabája is. Nem mellesleg, hogyha az apuka szeretne nem csak a szülésnél bent lenni, hanem a felépülés időszakában is, egy csodálatos apartmanjuk van, ahol 3 személy is tökéletesen elfér. Egy hatalmas francia ágyal, a kisbaba mellettetek, a kilátás csodálatos, egyébként minden szobából és minden váróból. Úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom, és egy picit sajnálom azt, hogy nekünk New Yorkban nem lesz ilyen szép élményünk, de egészséges élményünk, erre törekszünk. El fogunk most egy picit beszélgetni dr. Dubec Dániellel, az én szülésznőgyógyászommal, akihez a terhes gondozásra járok budapesti tartózkodásom alatt, és amíg Magyarországon vagyunk. Dubec doktor úr és én is mind a ketten védettek vagyunk a vírus ellen, a Covid vírus ellen, de vagyunk oltva, úgyhogy maszk nélkül folytatjuk a beszélgetést, csak beszélni tudjak. Tegeződhetően? Igen, természetesen. Mondjuk én mindig doktor bácsinak szólítalak, meg csókolommal köszönök, nem tudom miért. Lehet, hogy szokás hatalma. Ugye itt derült ki, vagy nálad derült ki az, hogy én kismama vagyok, akkor még egy ilyen kis borsószárnyi nagyságú valami látszódott az ultrahanggépen, azóta sok idő eltelt, rengeteg vizsgálaton átestem, hál' az égnek minden rendben. Viszont beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi az, amit a kismamák tehetnek ilyenkor az egészségük megőrzése érdekében, a vizsgálatok mellett, mondjuk te szoktál-e tanácsot adni helyes táplálkozással kapcsolatban? Mindenképpen nagyon lényeges, igen. Tehát nyilván ne beszéljünk a szakmai részéről, a szűrővizsgálatok és egyéb vizsgálatok fontosságáról, de ha konkrétan rákanyarodunk a táplálkozásra, nagyon lényeges a kismamáknál a megfelelő táplálkozás. Alapvetően főszabályként, és neked a munkádból fakadóan nem kell nagyon részletezni, de általánosságban ugye elmondhatjuk ugyanúgy, hogy főleg a fehérjebevitel és a vitaminok bevitele rendkívül fontos.
Tehát, hogyha valaki vega vagy vegán étrend szerint táplálkozik, akkor növényi fehérjék, ha pedig valaki húst is fogyaszt, akkor a húsok bevitele a bevitelén keresztül a fehérje bevitel rendkívül fontos a terhesség alatt, valamint a vitamin, megfelelő vitamin mennyiség, akár zöldséggel, akár gyümölcsel, sőt ezeket kiegészítendő gyomelek szempontjából nagyon fontos a terhességi multivitaminok is, és a megfelelő vitamin bevitel. Szuper. És mi van azzal, amikor valaki azt mondja nekem, vagy azt mondja valakinek, hogy hát most nagyon sokat kell lenni, kettő helyet kell lenni, sőt még annál is többet. Igen, ez nagyon szépen hangzik, de nem így van. Ez valóban így van, hogy kettő helyet kéne enni, de kettő helyet nem mennyiségről, hanem minőségről beszélünk. És éppen ezért lényeges, hogy nem a táplálkozás mennyiségén kell változtatni, hanem a minőségi összetételen. És főleg, amit előbb elkezdtem mondani, ehhez is hozzátartozik, hogy főleg a szénhidrátok és a zsírok visszaszorítása mellett megfelelő fehérje és ásványanyag bevitellel tökéletesen lehet egy, kettő, vagy, ha két terhesről van szó, három embernek a táplálását folytatni. Tehát ezzel semmi gond nincs, csak megfelelő szelekcióval kell választani az étrendben. És mi van az emelletti mozgással és esetleg sportolással? Tudjuk nagyon jól, hogy manapság Magyarországon is nagyon trendivé kezd válni a fit mami kifejezés. Igen. És egyébként én is nagyon szeretek, vagyis hát szerettem nagyon intenzíven edzeni. Ilyenkor mire kell odafigyelni, vagy mit érdemes esetleg visszafogni, visszaszorítani, vagy mi az, amit érdemes előtérbe helyezni? Ez nyilvánvalóan minden esetben egyéni, de ha terhességi, illetve biológiai problémáról nem beszélünk, tehát nincsen fenyegető koraszülés, nincsenek egyébként annak megfelelő fizikai eltérései, normál terhelést lehet adni, extrém terhelést nyilván nem terhesség alatt kismamának fizikailag, tehát hogyha nincsen egyébként kizáró oka, akkor normál menetrend szerint lehet edzeni. Akár felsőtestre súlyzós edzés, akár pedig kardio edzés, ami megfelelő terhelést róla a szervezetre, de a terhesség szempontjából nem kóros. Igen, nekem a kedvencem a guggolás, és ugye minél nagyobb a baba, tulajdonképpen annál nagyobb súlyjal sikerül ezeket csinálnom, tehát igazából együtt erősödünk, együtt edzünk. Igen, ez mindenképpen jó. A terhes gondozásban egyébként a folyamatos, vagyis rendszeres hasi ultrahangokon kívül nagyon sok más vizsgálat is beletartozik. Voltam itt én már szemészeten, EKG vizsgálaton, terheléses cukorvizsgálaton, ahol egy csodaszép váróban várhattam ki azt a két órát, ami a vizsgálat ideje alatt eltelik. Hozzáteszem, a nővérek fél óránként csekkolták, hogy minden rendben van, de hála az égnek minden rendben volt. Illetve sokan kérdeztétek, hogy nem félek-e a kis cicám közelsége miatt, mert esetleg elkaphatok tőle is egy fertőzést, de természetesen ezt is már többször néztük, és a toxoplazmám negatív, úgyhogy minden rendben van. Illetve folyamatosan vizsgálják a kismamáknak a helyes szervi működését, tehát folyamatos vérvizsgálatra is járok. Úgy érzem, hogy a legjobb kórházat választottam a terhes gondozásom idejére, és arra, hogy az én egészségemben és a kisbabám egészségében 100%-osan biztos lehessek. Ahogyan már említettem, én több éve ide járok, és az elmúlt 3 évben éves kártyám van, ami biztosítja számomra azt a lehetőséget, hogy bármikor, bármilyen egészségügyi problémával felkereshessem a kórházat. Emellett azért elmondanám, hogy nem csak problémákkal szoktam idejönni, hanem évente egyszer prevenciós egészségügyi vizsgálatokat is végzünk. Ez volt egyébként először a célom, ezért jöttem ide, ezért látogattam el. Egy barátnőm, egy békéscsabai barátnőm ajánlotta nekem a Dr. Rose kórházat, utána néztem egy kicsit az interneten, és miután egy másik barátnőm is azt mondta, hogy ő is ide jár, úgy voltam vele, hogy akkor én is kérek egy időpontot. Hát nem bántam meg, az biztos. Remélem, az egészség nektek is ugyanannyira fontos, mint nekem, és hogyha tehetitek, akkor a legbiztonságosabb és a lehető legjobb ellátást választjátok. Én nagyon sajnálom, hogy a kisbabám nem itt fog megszületni, de az biztos, hogy New York előtt még egy pár vizsgálat vár rám, és azokra ide fogok eljönni. Utána pedig viszlát, Rose! Hello, New York!